Az állatok titkai. Csuri, második rész. Emlékeztek a tegnapi történésre? Bob gazdátlan lett, mert elkóborolt. Akarom mondani, Csuri. Egyedül kellett menni a gazdaasszonyának a repülővel, nem vihette így magával. Csatangolt, megtalálta egy fiú, aki magához fogadta egy ideig, el kellett költöznie, és így beadta az árvácska menhelyre. Nézzük, hogyan történt tovább. Közben eltelt 4 esztendő. Lászlónak lejárt a hivatali megbízatása, és Maricával hazafelé készülöttek. Az asszonyka előbb indult útnak, hogy előkészíthesse a házat férje és leendő kisbabájuk fogadására. Nagy takarítás, kertrendezés, baba kelendje készítése, ez mind-mind rávárt. A kisbaba már mocorgott, és lehet, már ő is alig várta, hogy megérkezhessen igazi otthonába. Tavasz volt. A május, míg a gigantikus ház óriások tövében is szép. László is alig várta azon az estén, hogy zárt, hivatali szobájából kiszabadulva kedves parkjukba sétálhasson, de alig járkált egy keveset, rájött, ott minden a feleségére emlékezteti. Az a tulipánfa, amibe tavaly együtt gyönyörködtek, mellette az ívókút, aminél mindig megálltak, ha felesége megszomjazott. Nagyon hiányzott neki Marica, legalább egy kutyája lenne, akihez szólhatna. Abban a percben jött vele szembe egy úr, egy rozsdabarna magyar vizslával. Alakja szinte majdnem olyan volt, mint Csurié. Ha még él valahol. Felgyorsította lépteit, alig várta, hogy hazaérjen. Gyorsan megmelegítette az ételt magának, főzött egy teát, és leült az internet elé. Először a feleségének akart írni, de aztán meggondolta magát. Úgy érezte, sürgősen rá kell klikkelnie a magyarországi kutyamenhelyek oldalaira. Mikor ott kutakodott, felvillant előtte a Szentendrei árvácska kutya és macska menhely weboldala. Megizzadt a tenyere izgalmában. Úgy érezte, egy pillanatra végre hazaérkezett. Egy olyan kutyát akart találni, amelyik legalább színében vagy fejformájában hasonlít Csurira. Lassan és alaposan tanulmányozott minden kutyaképet. 150 kutyát kellett volna megnéznie, és a 31-nél tartott. A következő pillanatban felugrott a székből, mintha a villám vágott volna belé. Csuri nézett vissza rá a képernyőről. Csuri, Csurikám! Kiáltott fel örömében, és leföl szaladgált a lakásban akár egy gyerek. Azután, mint egy őrült, neki esett a billentyűzetnek, és úgy gépelte a levelét Maricának. Angyalom, megtaláltam Csurit az interneten, él! Ott van a Szentendrei árvácska kutya otthonban, tőle pár száz méterre. A mi kedves gazember csavargónk, ha lehet, már holnap menjél érte, és nagyon vigyázz rá. Pár nap, és én is otthon vagyok. Csókol, Laci! Azon az estén Marica nagyon fáradtan készülődött a lefekvéshez. Reggel még be sem ágyazott, ami még egyszer sem fordult elő vele, de annyira rohannia kellett, hogy elérje a hívet, hogy minden szana szétmaradt a lakásban. Nem számít, gondolta. Majd, ha Laci hazajön. Jaj, vágott bele abban a pillanatban az éles hiányérzet, ma még meg sem néztem a képernyőt. Odalépett a számítógéphez, és beindította. Rákattintott. Olvasni kezdte Laci utolsó levelét. A következő pillanatban tágra nyílt szemmel merett a képernyőre. Úgy érezte, hirtelen kiszaladt alóla a szőnyeg, megkapaszkodott az asztal szélébe. Ó, Lacikám, nem lehet igaz. Nekem is látnom kell. Lázas izgalommal keresni kezdte az árvácskák honlapját. Lassan előbukkantak a képek. Lerogyott a fotelbe, és sorba pásztázta a kutyafotókat, és akkor felfedezte Csurit. A bánat és a boldogság, no, ezek ikrek a javából. Hogy miért? Mert abban igencsak hasonlítanak egymásra, hogy képesek az embert egész éjszaka úgy forgatni az ágyon, hogy szinte alig tudja egy-egy fél órára lehúnyni a szemét. Marica másnap nagyon fáradtan, de nagyon boldogan ébredt. Csuri, röppent fel az első gondolata. Már ugrott is ki az ágyból, bár egy picit nehezen, hisz a kisbabája még marasztalta volna.
Csak pár falatot evett reggelire, de annyira remegett a gyomra, hogy azt is alig tudta lenyelni. A fali óra meggondolt. Túl korán nem akart menni a menhelyre, hiszen reggel bizonyára etetik az állatokat, gondolta. Leföl toporgott a türelmetlenségtől. Gyönyörű napsütéses reggel volt, pont olyan, mint mikor Laci elindult Amerikába. Táskájába rakta a pórázt, a gyakörvet, amit azóta is őrizgetett, és elindult. A fákon madarak fütyörésztek. Hívogatták párjukat, mintha Maricával együtt ünnepelték volna ezt a csodás reggelt. Már fél órája baktatott felfelé a dombon, és már alig várta, hogy a menhely kapujához érjen. Edit néni, a menhely vezetője ott várta a kerítésnél, hisz aznap már korán reggel felhívta Marica a telefonon, és lelkendezve mesélte el neki, micsoda öröm érte őket. Különös, de már az első pillanatban úgy mosolyogtak egymásra, mintha a régi barátok lettek volna. Megdöbbentő, de igaz, hogyha két vadidegen találkozik, és kiderül, hogy mindketten szeretik az állatokat, akkor bizony gyakran feltámad bennük egy különös rokonszenv a másik iránt. Jöjjön, kedvesem, szólt Edit néni. Megmutatom őket. Őszbarna? Rövid szőrű és kan? Gondolom, hogy melyik lehet. Bob a neve. Egy kedves fiatalember hozta be hozzánk. Van annak már 2 éve is. Új állást és új lakást kapott, szegény oda már nem vihette magával. Hogyan sajnálta? Marica fülében tompán csengtek a mondatok. Közben zengett a kutyák üvöltése. Újra-újra hang orkánban törtek ki, érezve az idegen ember illatát, aki belépett az ő területükre. Edit néni a ketrecek felé indult. Marica a mellére szorított kézzel követte. Annyira lüktetett a szíve az izgalomtól, hogy szinte megtántorodott, amikor végre megpillantotta Csurit. És akkor Edit néni megdöbbenve látta, hogy a fiatalasszony letérdel, és a rácsba kapaszkodva ismételgeti. Csuri, Csuri, kiskutyám! A kutya ebben a pillanatban megmerevedett a megdöbbenéstől. De a következő pillanatban felragyogott a szeme, óriási farkcsóvárása odarohant, 2 mancsát a rácsnak feszítette, és nyüsszítve nyalogatni kezdte Marica feléje nyújtott kezét. Amikor megnyílt a ketrec ajtaja, Csuri valósággal tombolt. Nem bírt magával a boldogságtól, körbe-körbe forgott, aztán elrohant egy kis távolságra, majd újra vissza Maricához. Ő magához ölelte, és érezte, mennyire remeg. Folyamatosan beszélt hozzá, hogy megnyugodjon. Úgy tűnt, ez segített. Hogy közben mi zajlott le Csuri fejében, ez titok. De az egészen biztos, hogy voltak emlékképei a régi otthonáról. Marica kezének illata talán felidézhette benne a 4 éve Falka vezérnek elismert Laci emlékét, aki véget megszökött otthonról, hogy megkeresse őt. Ezt pontosan nem tudjuk, ezek még megfejtésre váró titkok, a kinológia, azaz a kutyákkal foglalkozó tudományák tudósai számára is. Edit néni búcsút vett tőle, megsimogatta a fejét. Rövidesen megindultak hazafelé. Akkor már megcsendesedett a kutya. Marica halk, de határozott vezényszavai eljutottak az agyába, s előhívták onnan az évekkel azelőtt megszerzett tudást. Fegyelmezetten igazodott Marica lábához, és oly szép nyugodtan sétáltak lefelé a dombról, mintha utolsó közös sétájuk óta nem is telt volna el annyi esztendő, telve rettegéssel, fájdalommal és bánattal. Hála a jó embereknek, a befogadó menhelynek, újra sütött a nap, és újra lehetett kezdeni az egész életet.